Köszöntöm a Cikkádor magazin nézőit, Gyimóth Éva vagyok. Megtartották az 5. bátaszéki bornapokat, a város egyik legnagyobb közösségi rendezvényének első eseményeként hivatalosan is megerősítették a már 25 éve fennálló testvértelepülési kapcsolatukat Ditróval. A háromnapos rendezvényen sokfajta fellépő színesítette a programot, melyet ezúttal a koronavírus járvány elleni védekezés miatt korlátozások között tarthattak meg. Amíg egyre hajlott volna, szívvel kették mosott volna. Csík megyei népdalcsokorral köszöntötte az ünnepi közgyűlés meghívott vendégeit a város pedagógus kórusa. Az 5. bátaszéki bornapok első eseményén Ditró és Bátaszék testvérvárosi kapcsolatának 25. évfordulóját ünnepelték. Elmélázva az elmúlt 25 évről elmondhatjuk, hogy sok minden történt velünk, és sok mindent éltünk meg közösen. Láttuk és örültünk egymás települései fejlődésének, részt vettünk egymás rendezvényein. Több alkalommal erősítettük meg okiratban az együttműködésünket, partnerségünket. Beszélgettünk településvezetésről, pályázatokról, közösségépítésről, beszélgettünk nemzetpolitikáról, az unión belüli helyzetünkről is, de nem csak egymással, hanem más testvértelepülések vezetőivel is. Mindezek a megbeszélések, találkozók a protokoll szerint igen jelentős és fontos események voltak, de úgy gondolom, hogy valójában nem ezek tették élővé és tartalmassá két település kapcsolatát. Ahhoz, hogy egymásra, ennél többre, sokkal személyesebb dolgokra van szükség, amit sokan át is láttak és éreztek az évek alatt, és az ő tenni akarásuknak köszönhetően történt az, amit miért ma itt lehetünk. Ma, 25 évvel a szerződés aláírás után is elmondhatjuk, hogy településeink hivatalos kapcsolata a ditrói és a bátaszéki emberek közötti barátsággal alakult át. Az indulás a kezdeteknek megvoltak a történelmi hagyományai, hiszen a bukovinai székelyek bátaszéke településével a településnek óvatatlanul kialakult egy történelmi kapcsolata, ha nem is kimondottan Erdéllyel, de a bukovinai székelyekkel mindenképpen, tehát az indítatás már megvolt ezzel. Aztán, hogy miért pont Ditró, az egy következő állomásra lehetett ennek a testvérvárosi kapcsolatnak. A kezdetek azok az iskolák közötti kapcsolattal indultak, és onnan vetődött fel először, hogy Ditróval kellene egy fokkal följebb lépni és testvértelepülési szerződést aláírni. Voltak ennek az eseménynek hivatalos programjai. Ezek többnyire úgy zajlottak, hogy polgármester kollégák, elődeim és adott esetben mi is leültünk és beszélgettünk, ezek is fontosak. De nem ez tart egyben testvértelepülési kapcsolatot, hanem az, hogyha tényleg az emberek, az átlag bátaszékiek és az átlag ditróiak elkezdenek barátkozni, és szívesen találkoznak egymással, szívesen mennek Ditróba, illetve szívesen jönnek Bátaszékre. És ennek a 25 évnek ez lehet az alapja, és ez lehet a jövője, hogyha sikerül továbbiakban is a baráti kapcsolatokat, az emberi kapcsolatokat fenntartani, akkor ez a testvértelepülési kapcsolat élni tud, még akkor is, hogyha több száz kilométer választ el egymástól, mert akkor igenis igényeljük azt, hogyha évente csak egyszer is, de lássuk a barátunkat, adott esetben meg tudjuk ölelni, tudjunk vele beszélgetni, és meg tudjuk osztani örömünket és bánatunkat. Azt gondolom, hogy ez a legfontosabb ebben. Örülök, hogy voltak olyan mesehősök Ditróban, és voltak olyan mesehősök Bátaszéken, akik tudták ez alatt a 25 év alatt ezt a gyönyörű mesét írni. Ilyen hosszú úton mindig nekünk az első keresztet vettünk, és elmondjuk, hogy Istenem, segíts oda. És hát ide érkeztünk szép szerencsével, és tényleg örömmel, teli szívvel fogadtak, nagy barátsággal. Az első kapcsolatom emlékszem, amikor alpolgármester lettem 17-8 évvel ezelőtt, akkortól él a kapcsolat, kijöttünk ide, és azt a szeretetet, amit itt én láttam a bátaszékek részéről, azt a fogadtatást, az úgy kicsit úgy megdobogtatta a szívemet, hiszen mi odát azért úgy tényleg az előbb a beszédem is elmondtam, hosszú év, tizedek után
úgy azt éreztük, hogy kicsit magunkra vagyunk hagyva, magunkra vagyunk hagyatva. De amikor itt a testvéri kezet nyújtottak és el tudtuk fogadni, az elődeim elfogadták, és én nagyon örülök ennek, hiszen a két település között egy olyan jó élő kapcsolat van, hogy ha csak egy példát mondjak, a legelső utam, amikor itt volt, egy tűzoltóautót vittünk haza innen Bátaszékről, egy IFA tűzoltóautót, ami a mai napig működik. És hát most már lassan-lassan öreg sorba, nyugdíjas sorsba kerül, tehát el lehet képzelni, hogy tizen jó néhány évvel ezelőtt, és tényleg szolgálta a település sokáig. Ez csak egyetlen egy olyan, amely kiemelek most a Bátaszék-Ditró kapcsolatából. Arra a kérdésre, hogy lesz-e még 25 év, a ditrói polgármester határozottan válaszolt. Én azt mondom, hogy lesz. Persze tőlünk függ. Mindenkor az aktív emberektől, akik ott van a polgármesterektől, tanácstestületi tagoktól, a falu embereitől, a város, mi hiszen község vagyunk, a város lakóitól függ, és én azt gondolom, hogy most olyan lakosság él, hogy ki tudja nevelni úgy a jövő generációt, még akkor is, hogyha voltak veszteségeink, és itt most nem szeretnék nemet mondani, de voltak ilyen veszteségeink, amik nagy-nagy bánatunkra elmentek. És hát én azt gondolom, ezeket az embereket mi a feladatunk, hogy neveljük ki a következő generációt úgy, hogy 25 év múlva itt ismét tudják aláírni az akkori vezetők majd a, hát akkor már 50 éves szerződést, vagy mondjuk inkább tesélytelepülési megállapodást. Az eseményen részt vett Bátaszék másik testvértelepülésének vezetője is, aki arról beszélt, nagyon megviselte őket a koronavírus járvány okozta helyzet, és örül, hogy végre újra el tudtak jönni ide Tolna megyébe. 2,5 éve voltam utoljára Bátaszéken, és hiányzott maga a város, a barátok, a ismerősök, a környezet, ami körülvesz minket. Sajnos még nem tudtunk vendégeket hívni hozzánk, mert minden évben eljönnek a bátaszékiek táncokkal, főzéssel, focival. Most nem tudtuk ezt megtenni, mert a szabályok nem engedélyezik. Én nagyon bízok benne, hogy a barátságunk, a közös találkozások, beszélgetések folytatódni fognak, mert hiányoznak, meg fontosak nekünk. És lesznek olyan körülmények, hogy ezeket a találkozásokat el tudjuk készíteni, és meg lehet majd valósítani. Tisztelt ünneplők! Egy kapcsolat, legyen az az emberek közötti, vagy éppen települések közötti, akkor élő, működő partneri, ha a felek dolgoznak rajta, formálják, alakítják. Az elmúlt másfél évben a világjárvány szinte minden kapcsolatra hatást gyakorolt, és ez így volt a településen közötti kapcsolatra is. A személyes találkozásokat felváltotta a telefonon keresztüli érdeklődés annak reményében, hogy mielőbb újra személyesen is találkozhatunk. Járványügyi szempontból a nehezén talán túl vagyunk, bár még van tennivalónk. De ma itt vagyunk. Megszoríthatjuk egymás kezét, és örülhetünk egymásnak, és ígéretet tehetünk arra, hogy rajtunk nem fog múlni a következő 25 esztendő. Mi mindent el fogunk követni azért, hogy a meglévő barátságok tovább erősödjenek, hogy a nálunk fiatalabb korosztályok tagjai között is új barátságok tudjanak létrejönni, hogy fiataljaink szívesen ismerjék meg településeinket, eltérő szokásainkat, hogy ezek az új barátságok esélyt teremtsenek a folytatásra. Bátaszék polgármestere azt is hozzátette, csak a városban élő emberek közötti barátság lehet az alapja és a jövője a testvértelepülési kapcsolatnak. Az esemény végén a két város vezetője megerősítette és meghosszabbította együttműködési szándékukat. Az 5. bátaszéki bornapok második napján a hagyományokhoz híven szüreti felvonulók lovaskocsin, traktoron vagy éppen lóháton lepték el a város utcáit, ahol a helyi hagyományőrző és nemzetiségi egyesületek is megmutathatták magukat és ápolhatták a tradícióikat. Fontos, hogy közösségben éljünk, hogy összetartozzunk, hogy legyen egy csoport, ahová tartozunk, és ez az idei év, ez különösen fontos ugye az egyesületek számára, mert ugye hosszú kihagyás után lehetünk újra együtt, és készülhettünk erre a mai
illetve erre a háromnapos rendezvényre. Amúgy is mindig szívesen veszünk részt, mindig nagyon készülünk, és minden tőlünk telhetőt beleadunk, de idén ez valahogy egy kicsit még hatványozottabban van jelen, mert a pandémia az nagyon rányomta a bélyegét az Egyesület működésére, nem találkozhattunk, nem táncolhattunk, és most mindenkinek öröm, boldogság, hogy újra együtt vagyunk, fölvehettük a szép ruháinkat, vonulhattunk, a kicsikkel lovaskocsin ültünk, és vidáman együtt eltöltöttük a mai napot. Az ünneplők szőlővel, borral és különböző házi süteménnyel kínálták a lakosságot. Ezt követően a felvonulók elfoglalták helyüket a Romkert udvarában, ahol korhű koronázási ceremónia kezdődött. A résztvevők II. Géza király és Eufrozina királyné megkoronázását tekinthették meg. Ez már több mint három évtizedes múltra tekint vissza, hogy a bátaszéki II. Géza gimnáziumban a 11. évfolyamosok közül II. Géza királyt és Eufrozina királynét választanak, hiszen II. Géza alapította itt a ciszterci apátságot, és a megkoronázása az pedig mindig a bornapokkal kapcsolatban itt a Romkertben, ennek is már több évtizedes hagyományra nyúlik vissza, tehát itt a Romkertben zajlik egy olyan koronázási szertartás szerint, amely teljesen autentikus, tehát ugyanezzel a szöveggel, nyilván annak idején latinul, de ugyanezzel a szöveggel koronázták meg Magyarország királyait is, és iktatták be tisztségükbe. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép esemény, nagyon nagy élmény szerintem azoknak is, akik ennek főszereplői. Ugye említettem, hogy a királyt és a királynét azt a gyerekek választják maguk közül, mindig a 11. évfolyamból. Én gondolom, hogy ez egy nagyon jó érzés lehet, hogyha valakinek, tehát egyrészt az, hogy őt királyjá választották, tehát kiemelték valamilyen szinten a közösségből, illetve az, hogy egy ilyen reprezentatív formában meg is koronázzák. És hát nyilván az is egy szép élmény lehet, még akkor is, hogyha itt most azért nagyon sütött a nap, amikor egy ilyen gyönyörű ceremóniának a keretében történik a koronának a felhelyezése, mondjuk az új király fejére. Vedd át e kardot a püspökök méltatlan kezéből, amely királyi módon rádövezve a mi áldásunk által országod védelmére rendeltetett, hogy ezáltal az igazságosság hatalmát gyakorolt, a jogtalanság nyűgét hathatósan semmisítsd meg, s híveidet oltalmazd és védelmezd, ellenségedet pusztítsd el, az özvegyeket és árvákat kegyesen segítsd és védelmezd meg, az igazságtalanságot torold meg, a jól elrendezettet erősítsd meg, hogy ezt cselekedve az erényt győzelemre víve, mint dicső és híres igazságtevő királyként uralkodhass. Szerintem ez egy nagyon szép dolog és egy nagyon szép hagyomány. Én nem tudom, hogy az országban van-e még olyan gimnázium, ami csinál ilyen rendezvényeket, és ez így a bornapokkal egybe van kötve, tehát ez így még jobb, én örülök ennek, és úgymond, hogy én lehettem ennek a középpontjába ennek is. Fogadd a királyi koronát, légy férjednek hűtársa, védelmezője, hogy az örök boldogság jutalmával legyél megkoronázva. Nagyon örültem, nagyon-nagyon boldog voltam, és hálás voltam mindenkinek, aki segített benne, meg igazából az egész iskolának, hogy ezt lehetővé teszik, hogy ilyenben részünk lehessen. Szerintem ez bátaszék életében nagyon fontos, és szerintem mindenki nagyon-nagyon várja, úgyhogy szerintem igen, nagyon fontos. A királyi pár koronázási szertartását követően a folklóré lett a főszerep a vásártéri színpadon, ahol fellépett a Székely Unokák tánccsoportja, a Vikics Német Tánccsoport és a Bátaszéki Felvidék Néptánc Egyesület. Mindenképpen egy jó érzés volt újra
közönség előtt szerepelni, bár a mi kis csoportunk még elég amatőr, és minden egyes ilyen fellépéskor azért az ember gyomra görcsbe van, hogy hogy fog sikerülni. A maga koreográfia az egy János köszöntős koreográfia és karácsonyi műsorra íródott. Egy picikét a szövegezését és egy picikét a dalokat átírtuk, és tulajdonképp ugyanaz a koreográfia volt. Bátaszék több szempontból multikulturális. Azért az itt lévő nemzetiségek is, nek is köszönhető ez a fajta sokszínűség, hiszen a nagy létszámú magyar lakosság mellett természetesen a történelmi hagyományokat egy kicsikét felelevenítve elmondhatjuk, hogy akár mondjuk a magyarországi németek, tehát a svábok, vagy éppenséggel a felvidéki magyarok és a bukovinai székelyek jelentős számban töltik meg Bátaszék népességét, és hál' Istennek az elmúlt években, évtizedekben egyfajta törekvés is volt, hogy ezek a csoportok a hagyományőrzésen fölül a mindennapjaikban is igyekeznek a hagyományaikat, a szokásaikat megélni és átadni, és megmutatni minden rendezvényen. És a bátaszéki bornapokon ez is, mi szervezők ezt is feladatunknak tekintjük, hogy az itt élő nemzetiségek megtehessék mindezt. Tehát ne csak a tárgyi hagyományokat, az épített örökséget vagy kincseket mutathassák meg, hanem mondjuk a táncaikat, vagy éppenséggel a népszokásaikat. A rendezvényen minden korosztály megtalálta a magának való programot, hiszen számos vásári játékkal készültek a szervezők. Most szeretnénk dodgyemezni, meg még tegnap dodgyemeztem, meg trambolinoztam, ugrálóváraztam, meg igazából meg akkor még mindent csináltam. Nagyon szép és nagy közönség van én szerintem. Mindegy, a jó bornak fehér is, vörös is. Szép számú közönség jött össze vasárnap délutánra is, amikor Szabó Ádám harmonikás énekes húzta a színpadon. Ádámot több televíziós produkcióban láthatta már a közönség. Ő elmondta, eltökélten népszerűsíti hangszerét, és azt akarja megmutatni, mennyire sokrétű ez a hangszer. Nekem ez a misszió, hogy a harmonika az ne nagyon vesszen el, és tényleg ne csak ugye be legyen skatujázva akár tényleg a mulató stílusba, hanem el legyen úgy terjesztve, hogy tényleg bárhol megállja helyét, mert én amúgy egy ilyen nagy zenekarként tekintek erre a hangszerre, mert szerintem tényleg nagyon nagy a lehetőségek táráza, és tényleg bármit el lehet játszani rajta, és hát szeretném népszerűsíteni ezt a hangszert, és tényleg ugye, ahol engem látnak az emberek, a közönség, ott mindig a harmonikával együtt látnak. Tehát olyan nem nagyon van, hogy ne legyen harmonika rajta. Elkezdeni baromi lehet már, mert nagyon-nagyon nehéz hangszer. Baromi összetett, ugye van bal kéz, légszekrény, jobb kéz, melyik oldal húzott, hogy jön ott, milyen ürem van. Nagyon-nagyon-nagyon összetett, és például én gyerekként, én szerintem azért nem hagytam abba, mert nekem a apukám is harmonikázott régen, és ő mindig ott volt mellettem, és volt sikerélményem, mert hál' Isten nagyon jó harmonika tanárom volt, a Szokolai Zoltán, ő egy érdi tanár, és mindig vitt engem fellépésekre, és jöttek a visszaigazolások, hogy jó, amit csinálok, és ezért nem tudtam feladni, pedig nagyon sokszor mondta, hogy nekem kell ez, hogy ott üljek ott a rábányodat is, és már tényleg vért izzadva gyakoroljak. A misszió sikerét jelzi, hogy akadt már néhány olyan tanuló, aki Ádám miatt fogott hangszert mesélni. Azt mondja, a tehetségkutató versenyt hozta az életébe az állatodést. Nem tudom, hogy mi lenne mondjuk akkor, hogyha a tévés közeg nincs, mert az, hogy a köztudatban nagyon sokszor ott voltam, az például nagyon sok fellépést hozott, az ilyen tehetségkutató műsorokból is ugye rengeteg koncert lehetőségem bejött, és nagyon sok emberrel megismerkedhettem, például itt van mondjuk a Bródi János is, akivel régen rendszeresen jártam fellépni, az is egy hatalmas dolog volt, hogy a tévében például nagyon sajnálom ezt a Covid-os időszakot, mert ez rengeteget elvett tőlem. A Star Wars Star-Kosztán tavaly nyertem meg 2020 novemberében, és pont másnap alá jött a bejelentés, hogy ugye lezárják az országot, és nem lehetnek rendezvények. Hát az engem nagyon összetört, hogy 10 éve vagyok benne ebben a tévés közegben, és soha még nem nyertem meg egy ilyen tehetségkutatóságot, dalvás, és semmit. Végre valamit egy gyerek is. Másnap rögtön azt mondják, hogy hát oké, hogy megijedtem, de nem tudok kamatoztatni sehol. Szóval az nagyon-nagyon rosszul esett, de azt látom, hogy most is hogy hát a széken, azt látom, hogy a közösségben nagyon jó szeret, nem felejtett el, itt voltak sokan. Szóval én ezzel nagyon-nagyon meg vagyok elégedve. A jövőben a saját dalain akar majd Szabó Ádám dolgozni,
hogy aztán a következő turnékba ezek is beépülhessenek a repertoáriába. I can tell where the journey lay, but I know where to start. They tell me I'm too young, what is this? They say I've gotta be the dream. But life must be by if I don't bring up my eyes. But it's fine by me, let us run in. So we be on. Minden nagy rendezvényen szükség van olyan húzó nevekre, akiknek fellépésre emeli a rendezvény rangját. Az 5. bátaszéki bornapok esetében az elmúlt években egyre népszerűbbé vált Honey Beast zenekar volt ilyen. A csapat frontembere Tarján Zsófi, Hernádi Judit színésznő lánya, aki családilag hozzászokott a színpadhoz és az ismerettség minden előnyéhez és hátrányához. Én mindig is büszke voltam rá, hogy ő az édesanyám. Nem éltem vele vissza, hogyha kérdezték, akkor mondtam, hogy természetesen ő az anyám, és büszke vagyok rá. Tök normálisan kezeltük ezt az ügyet, szerintem anyám is, és én is. Szerintem nagyon fontos eleme ennek a zenekarnak, és érdekes módon, vagy nem érdekes módon, annyira nem kaptuk az évet érte, mint amennyire vártam én személy szerint, hogy majd fogjuk. Ugyanis az olyan fajta társadalom kritika, ami innen is, meg onnan is igaz. Nem is középen maradásról van itt szó. Inkább azt gondolnám, hogy egyfajta olyan szemlélet, ami kívül van mindenem. Egy megfigyelő. Próbáljuk egy picit felülről nézni a dolgokat, vagy ha nem is felülről, lehetőleg távolról, hogy le tudjuk vonni a megfelelő azt, ami volt az elmúlt másfél évben, azt sose fogjuk elfelejteni. Az összes negatívumával és az összes tanulságával együtt. De most úgy érzem, hogy túl vagyunk rajta, és majd meglátjuk, mi lesz a jövőben. Mindenképpen összekovácsolt minket még jobban. Örültünk, hogy végre megnyílt újra a lehetőség, hogy egy ilyen rendezvényt létre tudjunk hozni és meg tudjunk szervezni. Szerintem mindenki várta. Várták a szervezők, várta a lakosság, hiszen azért most már másfél éve nem volt arra lehetőségünk, hogy egy ilyen nagyszabású rendezvényt hozzuk létre. És ugye ezt a rendezvényt mi ötvöztük. Ez a rendezvény egyébként is a barátságról szól, de ez a barátság most egy kicsit nemzetközi is lett, hiszen a nulladik napon, vagy az első napon Détroi barátainkkal ünnepeltük a testvér települési szerződés aláírásának a 25. évfordulóját, és ott is ezt emeltük ki, hogy papíron sok mindent meg lehet szülni, sok mindent alá lehet írni, de akkor élő egy testvér települési kapcsolat is, hogyha az emberek között személyes kapcsolatban is barátságok tudnak kialakulni. És azt gondolom, hogy ennek a bornapoknak is ez a legnagyobb ereje,
hogy itt a három nap alatt összejönnek a barátok, a régi jó barátok, ahogy a nótában is mondjuk. Úgy tervezik már a családok a családi programjaikat, eseményeiket, hogy tudják, hogy szeptember második hétvégén bornap van. Lejönnek, osztálytalálkozókat szerveznek ilyenkor, és ilyenkor tényleg önfeledten tudnak kikapcsolódni és beszélgetni. Ezt tudtuk ebbe a három napba összesűríteni. Mi készülünk a hatodik bátaszéki bornapokra, mert azt tapasztaljuk, hogy igen, erre nagyon nagy szükség van, nem csak a bátaszékiek számára, hanem mindenki, aki ide látogat hozzánk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!